1-0-ra győzött hazai pályán az Újpest ellen, a lilafehérek tehát természetesen megpróbáltak visszavágni. Az Újpest Videóton találkozó főszereplői közül néhány. A labda, a Videóton védelme, Urbán Flórián és Milinte Árpád. Ez a találkozó második perce és az első veszélyes helyzet, természetesen az Újpest előtt. Tovább támadnak a hazaiak, Dvéri. Ő forgolódik és tartja meg a labdát, Urbán. Ez most már a hetedik perc. Kunzó remek paszt kap, és vezettek a hazaiak. Kunzó utoljára Ferencváros ellen volt eredményes. Most az előre húzódó Urbán passzából. Ő húzódott még előrébb. Zombori a háttérben hiába jelzi, hogy les volt, nem volt az. Itt a passz pillanata, és Milinte első tehetetlensége. 1-0 a hazaiaknak. Kunzó, Herceg, Dvéri középen, nagyon szép mozdulat, mellé. Nagy kedvel játszik az Újpest, ez még csak a 13. perc eseménye. Urbán, megint elől. Herceg, jó paszt kap Milinte, kijön róla, Balassa sem találja el, sem Terjék, Urbán azonban ott van. 2-0 a hazaiaknak. Urbán Flórián visszavont centerként eddig nagyon jól funkcionál. Igaz, ehhez most az is kellett, hogy Herceg gyengécske lövését Milinte pont odaüsse, ahova nem kell, illetve hogy össze-vissza pattanjon a labda. Minden esetre Urbán pont ott állt, ahol neki kellett. 25. perc. Terjék. Jól tolja meg. Balassa is megtolja őt. A két feltett kéz nem tudni még, hogy mit jelez. 11-est. Itt van a becsúszás, jogos a büntető, csak nincs. Szabó játékvezető némi konzultáció után úgy látta, hogy szögletet kell ítélnie. Megint az Újpest támad. 27. perc a mérkőzésen. Terjék, Urbán a túloldalon. Mit csinál? Milinte lepke vadász módjára repült el, Hercegnek már hozzá sem kellett volna érnie. 3-0 a hazaiaknak, Urbán pedig jobbára azt csinál, amit szeretne. Márpedig úgy tűnik, hogy a mai mérkőzésen úgy döntött, hogy gólokat szeretne lőni. Jól veszi át, esernyő a kapusnak, aztán egy cunderfejes, ha létezik ilyen. A harmadik újpesti gól. Itt mást jelentettek a feltett kezek, mint Balassa esetében. 37. perc. Usvád dob, Zsulinho lő. Az első veszélyes Videóton akció. 38. perc. A Videóton vérző testén Urbán ezúttal Turbán, kihagyja ugyanis a lehetőséget. Persze a sebeket is ő okozta. Herceg. Ő sem találja el a kaput, így a szünetben marad a 3-0, ami a Videótonnak így is kaput. Zombori, ez már a második félidő. Korsós, vissza Zomborihoz. Nagyon szép! Ő nem tudja eljátszani bíróval, amit Urbán eljátszott Milintével. Dvéri, Herceg, 56. perc. Visszateszi, Dvéri! Milinte megint lepke vadász volt. 4-0 már a hazaiaknak. Herceg egészen megbolondította Vilotićot. Ennek következtében Dvéri tisztán lőhetett, de ez sem lett volna elég, ha nincs az a lyuk Milinte keze és a lába között. Korolovszki most már. 59. perc. Herceg. Balassát bolondítja meg és teszi át a túloldalra. Terjék! Milinte ezúttal véd. Ez is óriási lehetőség volt. A mozdulat hasonlított Korsós Grúzok ellelőtt második góljára. Zsulinho, remek kiugratás, Rob! Marad a 4-0. Elkezd támadni,
A vendégcsapat Juninho Kozma lábát ugorja át. Az első félidőben Kozma eltüntette a brazilt, most azonban ő tünteti el Kozmát, és ezúttal az újpesti védelem oda Kozmát. Szalai fejelt közelről a hálóba, 4-1. A 64. perc eseménye, Várhidi Péter pedig a bűvészdobozán ül, amiből egyelőre csak Juninhót sikerült elővarázsolnia. Ez a passz csodálatos volt. Szalainak nem volt nehéz dolga. Bíró kirúgása. 69. perc. Fejpárbaj, aztán Juninho és Korsós. Korsós még, megint Juninho. Ellövi. Ilyet már láttunk Milintétől. 4-2. Ezúttal bíró hasalt rá a labdára, csak kicsit késve. Várhidi Péter második gól öröme. Jól eltalált lövés, csak éppen nem volt kellően helyezve. Bíró oldotta meg a brazil nehézségeit. 71. perc. Zombori becsapja Kunzót. Kötényt ad Korolovszkinak. Rob! Én nem találta el a nagyobb terpeszt, mármint ami a két kapufa között van. Vilotic. 82. perc. Zombori. Rob! Megint nem sikerül a kapu felületére lőnie. Marad a 4-2. 85. perc, Kunzó. Nagyon jó megkerülős csel. 11-es. Milinte kinyúl, de Kunzóhoz nem. Legalábbis ebből a lassításból úgy tűnik. Minden esetre 11-es a hazaiaknak. Urbán, ő ma nem tud hibázni. 5-2. Ez már a 86. perc, Milinte pedig ellenkező irányba vetődött. Kovács Attila, ő utoljára a tavaszi első fordulóban szerepelt, akkor megsérült a Tatabánya ellen, most játszik, ahogy Zombori is, Korolovszkival. Korsós, Tóth Balázs, Zombori, 5-3. Ez már a hosszabbítás, a 93. perc eseménye. Korsós, itt van Tóth Balázs, jól gurít vissza, bíró a másik sarokra helyezkedett. Zombori a lövésével a frissítős palackot veszélyeztette, a hazai győzelmet nem. 5-3, az Újpest volt frissebb.